Megtévesztette az irányt. A legkisebb ellenállás törvénye szerint bünteti az elkövető tettét. Leginkább a gyereket sújtja a kiemeléssel, majd az anyát, az anyaotthonok embertelen körülményeivel. Végül ki lesz az egész ügy nyertese, hát a bántalmazó, akit senki nem kérdez. Miért? Hiszen dupla esélye van a győzelemre. Ha ő elvétené, se baj, majd az állam befejezi. És egy újabbat sújt a szegény, agyonterhelt gyerekeit is mentő emberre, vagy az örök hallgatásba kényszeríti, rágalmazási perekkel sújtja, és így jobb lesz a statisztikánk is. Jogosan tehetjük fel a kérdést, miért van ez a sztereotípia, ami mindig hazánkban? A válasz egyszerű, mert megtehetik, hiszen semmiféle szankciókat nem alkalmaznak erre vonatkozólag hathatósan. A meglévő törvényeket sem tartjuk be. Törvényi tényállás nincs a családon belüli erőszaknak hazánkban, és ami kontinentális jogrendszerünk így nem tudja kezelni, ha még meg se fogalmaztuk ezt. Kinek az érdeke, hogy így zajlanak ezek az események? A cél a fontos, emberi és szabadságjogaink maximális tiszteletben tartása. Már állattartásra is született törvény, de valóságos és hathatós családok belüli erőszakra még nem. Hazánkban talán jobb kutyának lenni, mint gyereknek? Az ENSZ szerint a harmadik világnál rosszabb helyzetben van az a nő, aki ilyen helyzetbe kerül. Pedig minden ötödik családban, minden harmadik nő érzi ezt ma már kis hazánkban, és a világ 40 legrosszabb helyezést elért országában benne vagyunk. Ahol rossz gyereknek lenni, mert ilyen helyzetekben senki sem védi meg jogait. Kinek az érdeke, hogy 1 millió bántalmazott ember jogai ne érvényesülhessenek?